Most pedig, ahogy említettük az első szegmensben, folytatnánk ezt a következő szegmenset egy kis gyakorlati részsel. Mennyire jó, amikor Isten jön és nekünk szerenádat énekel, nem? Mennyire jó, mikor megérint az ő szerelmével, és mennyire jó, mikor meghallhatjuk a hangját azon keresztül is, és egyfajta bemutatás vagy demonstráció is volt ez az ő részéről, amikor bemutatta nektek, milyen az, amikor ő énekel neked. Mert ő énekel neked, ő nem csak beszél, hanem énekel is. És nagyon sokszor énekben mondja el az ő szíve gondolatait. Én rengetegszer hallom őt énekelni, ezért is születnek az újabbnál újabb dalok a mennyből, úgyhogy abszolút nem vagyok énekes, nem vagyok zenész, semmilyen képzést soha nem kaptam, hanem teljesen a mennyből jött ajándék. Egy természet fölötti ajándék, amit tőle kaptam. És a dalok, amiket énekünk, az összes dal, amit hallottok, mind egyenesen a mennyből érkező dalok voltak. És ő az, aki olyan szinten megáldja, rá lehel az ő szellemével, hogy egyszer még csak egy papíron íródott dal, és következő héten pedig énekeljük. És a mennyben is éneklik azokat a dalokat. Az a dal, hogy legyen a Földön úgy, ahogy a mennyben van, például egy olyan dal, ami egyenesen a mennyből jött, hogy rengetegszer erre a dalra ébredek. És a szellememben, Isten szelleme énekli belőlem. Mert ez Isten akarata, hogy legyen meg itt a Földön, ahogy a mennyben van. Amen! Szóval ez csak egy kis kitérő volt, még egy picit meg vagyok részegedve az Úr szellemétől. Próbálok kitérni. Én is felesen köszönöm, Istenem, hogy ez a tűz nem alszik ki a szívünkből soha, hanem egyre nagyobb lánggal ég, mert egyre jobban bennünk vagy, és mi pedig te benned, és egyre közelebb és közelebb vagyunk hozzád, és köszönöm lesz neked, Jézus, és hálás vagyok neked, Istenem, ezekért a drága emberekért itt, Ausztriában, Uram, hogy ennyire szereted őket, Istenem, és ennyire kiárasztod a te kegyelmedet őrájuk, hogy mi is fülödhetünk ebben az élő vízben, amen, amiben őket részesítünk. Halleluja, halleluja. Tudjátok, hogy mennyire szeret benneteket az Úr. Halleluja. Annyira édesek vagytok, annyira drágák vagytok neki. És tudjátok, hogy amikor, ahogy beszéltem már az első szegmensben is, hogy amikor bármire van szükségünk az életünkben, van szükségünk válaszokra. Van itt valaki, akinek nincs szüksége semmilyen válaszra? Mit nem tudsz az Úrtól? Hú, halleluja, van egy ember! Én annyi kérdést tettem fel az Úrnak, mondtam az Úrnak, hogy egy örök valóság is kevés lesz mindent megválaszolni. Állandóan kérdéseket leszek fel Istennek, mert én mindent tudni akarok. Mindent. Azt is, ami le van írva a Bibliában, és azt is, ami úgy van leírva a Bibliában, hogy nem ad egyértelmű választ sokszor a kérdésre. Mert tudod, a Biblia, Isten írott igéje, elengedhetetlen, és nagyon-nagyon szeretjük az ő igéjét, hiszen Jézus Krisztus az ő szavát, igen, mert Jézus Krisztus az írott, illetve a testélet, igen, ő az. Hát olyan ez, mint amikor kapsz egy szerelmes levelet a mennyből, én úgy értem, nekem a Biblia olyan, mint egy szerelmes levél, és olvasom a szerelmes levelet az Atyától, de amikor Jézusnak a szavait olvasom, ez egyenesen olyan, mint amikor maga a Teremtő jön és bemutatkozik. Amen.
És az elsődleges módja sokszor, ahogy Isten beszél hozzánk, az ő szaván keresztül van. Az ő szaván keresztül, de mivel a betű önmagában öl, és a szellem az, ami megelevenít, hallottátok már ti is ezt, ugye? És amiket Isten szelleme vezet, azok Istennek fiai. Amen. Kell, hogy napi szinten is halljuk az ő szavát. Ugye? Tehát amikor kérdéseik vannak, vagy bizonyos döntéseket szeretnénk meghozni, vagy olyan kérdések, hogy szeretnénk gyógyulást, ha nem a saját magunk életére, biztos, hogy ismerünk valakit, akit szeretnénk, hogy meggyógyulna. Ugye? Szerintem mindannyiunk ismerősi körében van legalább egy olyan ember, akit szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És meg kell hallanunk az ő hangját. Mert tudjátok, Jézus, aki a mi példaképünk, a Csaba is mondta, soha nem tett semmi más, János 5.19 szerint, semmit nem tett, csak amit látott az atyától, és azt cselekedte ő is. Halleluja! És az 5.30 szerint pedig? Pedig még nem mondott semmit, csak amit hallott. Nem mondott semmit Jézus, csak amit hallott az atyától. Amen. Tehát mi pedig az ő követői vagyunk, ez az Efézus 5.1. Az egyszerű fordítás szerint Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek. Más fordítás szerint őt utánozzátok. Tudjátok, hogy mennyire könnyű az Úrral járni? Halleluja! Semmit nem kell tennünk, csak utánoznunk őt. Le kell másolnunk azt, amit ő csinál. De ahhoz látnunk kell, hogy ő mit csinál, nem? És éreznünk, és tapasztalunk, és hallanunk. És azt mondja az 1 Péter 2.21-ben, hogy Jézus példát adott nekünk, hogy őt kövessük. Tehát mi követjük őt, és tudjátok, ahhoz, hogy ne csak a levegőben vaddossunk össze-vissza, hanem úgy tudjunk dolgokat kimondani, úgy tudjunk dolgokat megcselekedni, hogy célt érjen az, amit szeretnénk. Tehát tudod, hogy mit jelent az, amikor valamiért imádkozol évekig, és akkor esetleg szép lassan megtörténik, és biztos tudod azt is, ha már megtapasztaltad, hogy milyen az, hogy valamit egyszer kimondasz, és utána meglátod, hogy megtörtént. Nem tudom, én átéltétek-e már ezt. Mindannyian átéltik azt, hogy kimondtál valamit, és hú, meglepődtél, hogy megtörtént. Tehát ilyen az, amikor először hallunk Istentől, és ő mond nekünk valamit, hogy tegyük meg, és nagyon sokszor meglátjuk azonnal megtörténni. Nem mindig azonnal, mert a vetés és aratás, tudjátok, hogy valamit elvetsz egy magot, aki földműves, ezt nagyon jól tudja, de mindenki szerintem, elvetsz egy magot, és eltelik egy idő, mire ki kell abból a magból valami. Valaminek elég kevés idő is, és már szinte másnap, harmadnap, vagy már azon a héten látod, hogy elkezd kicsirázni, kiburjánzik, elkezd növekedni a kis cserépben, hogyha abba ültetted el, vagy mikor gyerek voltál, legalábbis biztos, hogy csináltál, te is ilyet az iskolában, és láttad ott a kis tejfölös dobozban, hogy növekedett ki a kis magután. És van olyan, amit elvetsz, és kell neki jó sok idő, mire ki kell, ugye? Tehát van vetés, idő és aratás, és nagyon sokszor van az is, hogy időnként nem elég csak egyszer imádkozni, vagy egyszer menni valamiért, időnként várni kell a válaszra, de ha te tudod, hogy Istentől hallottál, és azt szerint jársz el, akkor teljesen tudsz abban hinni, hogy Isten megcselekszi azt, amit mondod. Mert az ő igéjét, az ő szavát, ha ő kiküldi, nem tér vissza hozzá üresen úgy, hogy elcselekedni. Tehát ehhez előbb ki kell, hogy küldje az ő szavát. Így van? De néha megkérdezik az emberek, hogy mi van először, a csirke vagy a tojás? Vagy a tyúk vagy a tojás? Tehát először ugye kell, hogy halljuk Isten szavát. Tehát akkor a tyúk van először, és utána abból lesz a tojás. Tehát először is Isten kiküldi az ő szavát, az ő beszédét, és mi arra rá tudunk állni hittel, amit hallottunk tőle, és amire ráállsz hittel, az be fog teljesedni. Mert Jézus Krisztus tanít a hitről, és azt mondja, hogy aki a szívében nem kételkedik, hanem tudja, hogy amit kimond,
az ő száján, és elhiszi azt, hogy az beugrik a tengerbe az a nagy hely, az megtörténik. Nem kérdés, nem kérdés. Nagyon sokszor azért nem történnek dolgok, mert nem tudunk eléggé hinni. De nagyon sokszor azért nem tudunk eléggé hinni, mert nem hallottunk először. Olvastuk ugyanaz igében, de nem ismertük meg még őt. Nem vált még olyan kijelentésé számunkra, hogy arra hittel rá tudnánk állni. Például egy olyan kérdésem van, egy általános kérdésem, szerintetek Isten akarata a gyógyulás? Igen. Honnan tudod? Látsz mégis betegentek magad körül? Látom. Miért nem gyógyul meg, ha imádkozol érte? Hát Isten akarata a gyógyulás. Nem? Értitek, hogy miről beszélek? Tehát kell, hogy kijelentést kapjunk, minden egyes eset egyedi, és kell, hogy jöjjön a mennyből egy olyan kezdeményezés, amit ha látjuk, hogy Isten mit cselekszik azzal az emberrel, és mi is azt megtesszük itt a Földön, akkor ez megtörténik. Egy nagyon tipikus példa, és biztosan minden jótoknak van ilyen példája. Amerikában voltam, amikor imádkoztam valakiért, egy hölgyért, akinek gyomorrákja volt, annak ellenére, hogy én erről nem tudtam. Szervusztok! Gyertek csak! Én nem tudtam, hogy mi a gond, tehát csak általánosan imádkoztam, és abban a pillanatban láttam egy képet erről a hölgyről, és azt láttam, hogy a gyomor tájékán van egy nagyon csúnya, fekete, szürkésszerű tumor. Én még nem láttam sose tumor, tehát nem tudom, hogy hogy néz ki, de amit akkor láttam, az körülbelül öklömnyi volt, és nagyon csúnya. Mint egy olyan, mint egy ilyen csúnya kavics, aminek vannak ilyen bemélyedései. Ilyen göröngyös, igen, és ilyen feketés szürke színű volt. És abban a pillanatban azt láttam, hogy ráteszem a kezem az ő hasára, és ahogy imádkozom, tűz fog kijönni a kezemből, és meg fogja égetni ezt a tumort, és én semmi más nem tettem, csak azt, amit láttam. Rátettem a kezem a hasára, abban a pillanatban éreztem a forróságot, éreztem a tüzet a kezemben, és teljesen elhittem, amit látok, mert láttam. Azért tudtam hinni benne, mert láttam, hogy amiért imádkozom, az megtörténik, és láttam, ahogy színné porrá ég ez a tumor. És én pedig kimondtam a hölgynek azt, hogy ez az, amit látok, hogy mi történik most, és ő pedig nézett kerek szemekkel rám, hogy én honnan tudom ezt, amikor ő nem mondta ezt nekem. És mondtam, hogy onnan, hogy Isten ezt megmutatta. És megkérdeztem, hogy ez helytálló-e, tehát, hogy tényleg jól láttam el, és azt mondta, hogy teljes mértékben. Majd, hogy nem kérdezni sem kellett, mert abban a pillanatban, hogy rátettem a hasára a kezem, és ő is érezte a tüzet, elkezdett sírni, ez egy elég jó jel. De nem mindig egyébként. De rögtön láttam, hogy az Úr valami csodát tesz, és két hét múlva kaptam tőle a Facebookon egy messzidzset, hogy elment az orvoshoz felülvizsgálatra, és nem találtak semmit. És azért gyomorlátja volt. Ez Istené a dicsőség, persze, de ez csak egy példa azok közül, hogy Isten azt akarja, hogy minden területen meghalljuk az ő hangját, mert ha halljuk az ő hangját, hogy meglátjuk azt, hogy ő mit tesz, és mi pedig őt leutánozzuk, akkor ő megteszi a csodát, és nekünk ez nagyon könnyű. Tehát ez nem, semmilyen erőlködés nincs ebben, én nem vagyok semmire különb, vagy különlegesebb, mint te. Ugyanúgy megtette volna te rajtad keresztül is. Amen. Amen. Mert aki hisz, azokat ezek a jelek követik. Amen. És téged is követnek a jelek. Amen. Amen. Nem csak az évákat, hanem téged, aki hiszel. Amen. Isten beszédét, értitek? Isten beszédét követik a jelek, és mivel én hallottam és láttam és azt cselekedtem meg, ezért történt csoda. Ugyanígy történt egy másik olyan csoda, amikor Arizonában voltam, és az Úr szelleme arra vezetett, hogy egy ilyen kezdeményezés a mennyből, biztos hallottatok már, akik ismeritek valamennyire a szolgálatunkat, hogy a mennyei kezdeményezések például Jézus életében
amikor azt a kezdeményezést kapta Jézus, hogy leköpött a földre, és sarat csinált, és azt a adja saját nyálából, és azt a sarat rákerülte a vakembernek a szemére, akit utána azt mondta, hogy menjen, és mossa le ezt a Siloam tavába, és ahogy ezt megtette ez a vakember, meggyógyult. Mi történt ekkor? Jézus nem egy sémát követett, ő nem imádkozott mindig ugyanúgy emberekért, gyógyulásért, nagyon sokszor rátette a kezét valakire, és az meggyógyult, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy specifikus útmutatásokat kapott onnan fentről, hogy mit tegyen, és egy olyan számunkra nagyon bizarrnak tűnő eset az, hogy valaki a saját nyálából sarat csináljon, nem? De. És a szemére kenje a másiknak. Mondhatnánk úgy is, hogy ha hogy gusztustalan, nem? Vagy egy undorító dolog, hogy amit, két dolog, amit nem akarsz a szemedben, egy a bor, vagy a sár, a másik az emberi nyál, ami tele van baktériumokkal, elvéletileg nem. Tehát egyiket sem akarod a szemedben. Amen? De mégis, ezek azok a mennyei kezdeményezések, amiket, hogyha meghallasz és megcselekszel, akkor Isten csodát tesz. Amen. És ugyanígy az indítatást, azt a kezdeményezést kaptam, hogy vegyék elő az emberek a pénztárcájukat, és tartsák fel a menny felé, és Isten természet fölötti módon meg fogja tölteni a pénztárcájukat. Nem szoktam ilyet csinálni, de akkor tudtam, hogy Isten szelleme mondja nekem, és ezért megtettük ezt szellemben. Még vége sem ért az alkalom, amikor odajött hozzám egy olyan hölgy, aki ott egy bevándorlónak számító hölgy volt, azt hiszem, hogy Szingapurból vagy a Filippi-szigetekről volt ott Amerikában, és elméletileg nem kaphatott volna olyan állást ott Amerikában, hogy legálisan őt fölvegyék egy normál munkahelyre szerződéses munkával. És volt egy férje, aki elhagyta őt, és lelépett az összes pénzzel, és ott hagyta őt pénz nélkül, és odajött hozzá, még az alkalomnak vége se lett, a volt férje felhívta őt telefonon, és azt mondta neki, hogy nem tudom, hogy mi történt vele, vagy miért mondom ezt neked, de úgy érzem, azonnal vissza kell, hogy fizessek neked minden tartozásomat. Figyeljetek! Hazament ez a hölgy másnap reggel 8 órakor, ami még ott nagyon korai időpont Amerikában, mert ott általában, az már hajnalnak számít, általában később kezdődik a munkaidő, de másnap reggel 8 órakor fölhívták őt erről a munkahelyről, ahonnan ő beadta a jelentkezését, és azt mondták, nem tudjuk, hogy miért, nagyon sokan jelentkeztek az állásra, tőzsgyökeres amerikaiak, de mi téged szeretnénk alkalmazni. Tudnál-e kezdeni egy óra múlva? És tudott. És munkát kapott ez a hölgy, pénzt kapott ez a hölgy. Egy másik esetben egy pásztor jött oda hozzám, aki azt mondta, hogy természet fölötti módon pénz került a számlájára, és nem tudták lekövetni, hogy honnan érkezett, de a bank megállapította, hogy legális volt az utalás, ezért a pénz az övé. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Ugyanaz az Isten cselekszik mindezeket. Ugyanaz az Isten. Egy ugyanezzel a pásztorral történő eset volt, és mindezeket azért mondom el, hogy a hiteteket emeljen. Nem azért, hogy magamat fényezzem, vagy bármit mondjak magamról. Azért teszem ezt egyetlen egy okkal, hogy hitet fektessetek abba az Istenbe, akiről mi beszélünk. Amen. Mert neki ez mind lehetséges. Ugyanez a pásztor, aki ott ült az összejövetelen, nagyon hasonlóan a maihoz, Isten szelleme arra vezetett, hogy kezdjék el szellemben énekelni, és azt énekeltem ki, amit láttam szellemben. Ahogy most is azt énekeltem ki, ott is, ott azt láttam, láttam az atyának a trónját, és láttam azt, ahogy a mennydörgés és a villámok vannak, biztosan olvastátok a Jelenések könyvében, a Jelenések 4-ben, ahogy János a Jelenésekben látja az atya trónját, és abban a pillanatban számomra is furcsa volt, ahogy láttam a villámlást, azt láttam, hogy háromszor is egy helyre csapott a villám, szellemben. És kétszer nem csapott meg.
Kétszer nem csak egy helyre, mondja Csaba, de ott háromszor csak volt. És én csak kiénekeltem azt, amit látok. És az történt, hogy ez a pásztor kezdett megvakulni, és majdnem teljesen elveszítette már a látását, és abban a pillanatban, ahogy hallotta, hogy villámlás, 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 ő azt tapasztalta, hogy háromszor, mintha villám csapott volna az ő szemében, és az alkalom végére teljesen és tisztán látott. Halleluja! Dicsőség Istennek! Mit tettem én ebben? Semmit. Csak kiénekeltem egyszerűen azt, amit láttam. Ennyi. Ennyi. Az engedelmesség számít. Isten így akar bennünket vezetni, és azt akarja, hogy naponta járjunk vele. Hogy naponta meghalljuk az ő hangját, és tudjátok, hogy ez lehetséges? Amen. Amen. Tudom, hogy egy picit talán gyorsan beszélek, és tolmácsolják itt németre. Sikerül-e a tolmácsolás? Lassabban beszélni, egy picit? Ja. Hogy megy? Jól vagytok? Igen. Ebben a nagy melegben? Élvezitek Isten jelenlétét ebben a nagy melegben is? Amen. Halleluja! Na, akkor csapjunk bele, mit szóltok hozzá. Jó?